Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk, bevezetés a programozásba. Ma egy kicsit technikai jellegű dolgokról fogunk beszélni, mármint abban az értelemben, hogy nyilván nehéz úgy beszélni programozásról, hogy nem beszélünk programozási nyelvi eszközökről. Ez egy szükséges rossz, már akinek rossz, muszáj beszélnünk róla, már így rögtön az elején gyakorlatilag. Úgyhogy most nagyon sok olyanról lesz szó, ami igazából a programozási nyelvvel kapcsolatos, illetve azzal kapcsolatos, hogy milyen eszközeink vannak, illetve hogy ezek az eszközök pontosan mit csinálnak, illetve hogy miért is jók ezek az eszközök. Ezeket fogjuk most átbeszélni. Sok technikai dolog, sok olyan dolog, ami igazából... Hát fontos, hogy tovább tudjunk menni, tovább tudjunk lépni, illetve sok olyan dolog, ami korábban már előjött, de akkor azt mondtuk, hogy hát most nem beszélünk róla, csak fogadjuk el, hogy így van. Na hát ezek jönnek most, ezen a héten is, illetve a jövő héten is, ugye a könyvben a 8-as, 9-es fejezet, függvények, osztályok és sok más egyéb. Jó, sok más egyéb lesz. Jó. Úgyhogy pillancsunk is rá, hogy mi is a tananyag, illetve hogy miről is lesz szó. Kezdek megint egy kicsi prezentációval, mert fontos, hogy kicsit felvezessük a dolgokat. Szóval 8. fejezet, technikai dolgok, függvények és egyebek. Jó. Amiről szó lesz, deklarációk, mi is ez a deklaráció, mi is ez a definíció, hogyan is működnek ezek, mi a különbség, mit hogy lehet csinálni, mit hogy érdemes csinálni a definíciók és a deklarációk kapcsán. Utána lesz szó a headerökről, illetve erről a preprocesszorról, de csak így nagyon dióhéjban, így a előfordító kapcsán. Illetve lesz szó erről, hogy mi is ez a scope vagy hatókör, ahogy mondtam, technikai dolgok. Aztán jönnek a függvények, egy picit jobban belerágjuk magunkat, hogy hogyan is működnek ezek a függvények, hogyan érdemes bizonyos dolgokat csinálni. Itt is előjön ugye a deklaráció és a definíció, hogy mi a különbség és miért érdemes ezeket külön szedni, illetve külön kezelni. Majd beszélünk a paraméterekről, ugye ezek az argumentumok, fontos beszélünk a paraméter átadásról, hogy az hogyan működik, és ennek kapcsán ugye ezek a call-by technikák, vagy pass-by technikák, ahogy éppen az irodalom említi. Majd a végén beszélgetünk egy kicsit a névterekről, de csak olyan értelemben, hogy lássátok, hogy mi is az a STD, amit ugye oda kell írni a cout elé, meg using namespace, meg ilyesmi, csak hogy megvilágítsuk végre, hogy ez mit is jelent, és hogyan is működik. Nyelvi technikai dolgok, hát tényleg mondhatnátok, hogy szükséges, rossz, bár én azért ismerek sok olyan kollégát, meg korábbi hallgatót, aki nagyon szeret belemérni a nyelvi technikai dolgokba. Egyik kedvenc könyve a Strawsumpnak a C++ könyve. Nem nagyon ismerek ilyet, de a lényeg, hogy nagyon sok ilyen programozási nyelvi eszközt kell ismernetek. Nem feltétlenül olyan értelemben, hogy most meg kell tanulnatok, mint egy ilyen mint a Toldit mondjuk, vagy ilyesmit, hanem ismernetek kell, hogy léteznek ilyen eszközök, tudnotok kell, hogy mit csinál, hogy miért úgy működik. De csak és kizárólag azért, mert programozási eszköz. Jó? Fogunk erről még majd szerintem beszélni, hogy a legtöbb ilyen nyelvi eszköz, ami mondjuk a C++-ban elérhető, ezek a nyelvi eszközök közvetlenül képeznek le valamilyen programozási paradigmát, ha úgy tetszik. Például a generikus programozásnál jönnek elő majd a template osztályok, tehát a programozási eszköz vagy programozási paradigma az a generikus programozás, és annak egy leképezése a template osztályok. Erről majd később fogunk beszélni, nem most, de ilyenre gondoljatok. És nyilván amiket most például ma is meg fogjuk nézni, hogy mi az a referencia. És akkor nyilván valahogy kezeli ezt a dolgot a C++, valahogy kezeli ezt a dolgot a Java, vagy a Python, vagy akármi más. Persze van olyan nyelv, amiben ez nincs benne, C-ben mondjuk nincsenek referenciák,
semmi gond. A C nem implementálja azt a programozási paradigmát, vagy programozási eszközt. Jó? Tehát ilyesmi féleképpen gondoljatok erre. Ugye, ami itt előjön, hogy nyilván a programozási nyelv az egy idegen nyelv, tehát ez azért világos. Vannak szabályai, van nyelvtana, ugye itt a számológép kapcsán előjött a nyelvtan. Hát nyilván ilyen nyelvtana van a C++-nak, van nyelvtana a Java-nak, a C-nek, minden programozási nyelvnek van egy nyelvtana. Jó? Ugye utasításokat, kifejezéseket értékelünk ki, azokat elemezzük először, hogy nyelvtanilag rendben van-e, és aztán ott jönnek majd a hibák, de erről beszélgetünk majd. Jó. És akkor ezek kapcsán most, tehát erről lesz szó tulajdonképpen a 8.-9. fejezetben, hogy milyen nyelvi eszközeink vannak. Aztán persze később sokkal-sokkal több nyelvtani eszköz előjön még, akár már itt BevProgon is, hát Prog 1, Prog 2 meg főleg. Jó. És hát miért kell ezeket nekünk megtanulni? Mert nyilván pontosan és teljesen kell programokat írni. Tehát ugye a számítógép egy nagyon buta valami, neki nagyon pontosan meg kell mondani, hogy mit is kell csinálni. Ugye nem kezdhet el tippelgetni, hogy vajon mire gondolhatott, és nyilván nem is feladat, és nem is lenne szerencsés. Tehát ezért pontosan meg kell mondani. És ehhez tudnunk kell a szabályokat, hogy pontosan hogyan kell ezeket a programkódokat megírni. Hát legalábbis itt írja is, hogy a legtöbb szabályt kell tudnunk. Ugye azért a C++14 szabvány az 1358 oldal. Azért mindent feltétlenül nem kell tudni. Ismernünk kell, meg ilyesmi, de azért programozók is gyakran elvesznek programozási könyveket. Jó. Viszont tényleg azért azt tartsuk továbbra is szem előtt, hogy bevezetés a programozásba tárgyon vagyunk, tehát programozni tanulunk elsősorban, és ez azért Prog 1-en is alapvetően így lesz, meg majd Prog 2-n is. Most az, hogy odaadni nektek egy könyvet, hogy tessék, itt van a C++, ugye ez a, amit ír itt, ez a C++ szabvány, és akkor abból tanulj meg programozni, hát nyilván az, tehát ilyen lehetetlen küldetés körülbelül. Jó, és nagyon fontos, hogy a nyelv az egy szerszám. Tehát most az, hogy itt C++ van, az azért, mert ugye beszéltünk azért erről korábban, ez illeszthető legjobban egyrészt a kar filozófiájába, ugye az, hogy szoftverfejlesztés van a fő sodorvonalba, illetve ez illeszthető legjobban ahhoz, hogy milyen a tematikánk. Jó? Mivel hogy pointerekről, meg struktúrákról is kell, hogy szó essen, ezért Pythonban nyilván nem tudunk programozni, nem lehet az a példa, nem lehet az a nyelv, aminek a segítségével megtanulunk programozni. Hát ezért van a C++. Jó, rendben van. Tehát ezért kellenek ezek a nyelvi technikai dolgok. Jó. Ugye erről már szerintem beszéltünk, programozás közben ne feltétlenül töltsünk sok időt azzal, hogy így a szintaktikai dolgokat elemezzük, meg nézegetjük. Nagyon sokféleképpen lehet elmondani egy dolgot, nagyon sokféleképpen lehet implementálni valamit. Általában csak egyféleképpen működik jól, de nyilván azért sok megközelítés lehet. Ugye most én analógiát mondok, hogy magyarul is sok mindent el lehet mondani, tehát azért egy gondolatot kifejezni magyarban sokféleképpen lehet. A legtöbb alkalmazott és itt megtanult programozási eszköz más nyelvben is megtalálható, ahogy mondtam is, amit most itt a C++ kapcsán meg fogunk nézni, azokat tudjuk alkalmazni más nyelvekbe is. Ezek nem feltétlenül, tehát ezek a programozási paradigmák sok helyen megtalálhatók, viszont a nyelvi technikai dolgok nyelvspecifikusak. Jó. Megnézzük majd itt, tehát tulajdonképpen itt megtanuljuk a programozási paradigmát, vagy programozási eszközt, aztán azt később tudjátok majd alkalmazni más nyelvekbe is. Jó. És akkor ugye itt, amit megtanulunk, annak megvan a párja más nyelvekben is, például ezt szoktuk mondani, hogy ugye Java-ban minden függvény virtuális, és minden objektum referencia. Jó, tehát ez csak egy ilyen példa, ez még valószínű most a legtöbbeteknek nem mond semmit, de később ez majd, hát főleg úgy Prog 2 környékén majd már világos lesz. Jó, rendben van. Na és akkor egy rövid kis
ez a rövid kis felvezető után, ugye akkor ugye kicsi ismétlés, ugye itt a deklarációk kapcsán, hogy ugye a deklaráció bevezet egy nevet egy hatókörbe, a hatókörről majd hamarosan beszélünk, hogy mit is jelent. Ugye ez a deklaráció meghatározza az objektum típusát, ugye, amely tartalmazhat inicializálást is, ezzel az, hogy már rögtön kezdőértéket is adunk annak az objektumnak. És ami a lényeg, hogy ugye használatát kell deklarálni. Tehát nyilván, ha mielőtt használni akarjuk, meg kell mondanunk, hogy mi az, ugye? Tehát hiába nem tudunk rá hivatkozni, hogyha nem deklaráljuk. Na és akkor itt van pár példa, ugye itt van ez a definíció, ugye már rögtön kezdőértéket is adunk neki, itt van egy másik, ez is egy ilyen double típusú objektum. Itt van akkor egy ilyen függvény, ezekről majd beszélünk, ugye, hogy ez a függvény definíció, meg deklaráció, ez hogyan is néz ki pontosan. Ez egy sima deklaráció, hogy bevezetjük a nevet tulajdonképpen, hogy ugye ez a double típusokra értelmez egy gyökvonás függvény, négyzetgyökvonás függvény. Ez majd így, tehát ez a neve. Később majd definiáljuk. Hogy mit is csinál ez pontosan. Jó, vagy itt van például egy tokenek vektora, hát ezekkel már azért úgy ismerkedtünk most, de majd lesz azért erről szó részletesen később. Jó, és ezeket a deklarációkat sokszor header file-okon keresztül oldjuk meg. Nézzünk majd erre is egy példát mindjárt, hogy hogyan is néz ki. Tulajdonképpen ezek a header file-ok interfészek más programokhoz, illetve függvény könyvtárakhoz. Egyrészt ez lehetővé teszi az absztrakciót, tehát nem feltétlenül kell nekünk tudnunk azt, hogy hogyan működik a cout. Hát, valahogy működik. Aki szeretné, megnézheti, de itt azért még egyelőre nem erről volt szó, tehát szerintem egyikőtök se nézte meg, bocsánat a kivételtől, hogy ez a cout ez hogyan is működik, nem néztétek meg a forráskódját. Hát őszintén szóval most kit érdekel, használjuk. Jó? Ugyanúgy kicsit hasonló ez a sort függvényhez is, vagy ugye például használjátok már a vector.size-ot, ugye ott, ami visszaadja a vektor aktuális méretét. Hát azt se néztétek meg, hogy működik szerintem, csak használjátok. Jó? És ezeket a függvényeket, hát sokszor header file-okba implementáljuk legalábbis a prototípust, de majd ezt mindjárt átbeszéljük. Maga az implementáció meg valami külön file-ba van. Oké, és jó. És akkor erre használjuk például a mi header file-unkat is, hogy itt sok esetben csak így nevek vannak bevezetve, tehát deklarációk vannak, hogy ezen keresztül el tudjuk érni a mi programunkba. Jó, de nézzünk hamarosan egy példát erre is. Jó. Na és akkor nézzük meg rögtön az elején, közben beletekerek, hogy ezután mi jön. Jó. Oké, és na, hát nyilván ezeket csak tényleg kicsit ilyen bemelegítő programozás jelleggel, hogy nézzük is meg, hogy itt mire gondol a költő. Hát lehet, hogy ezt ilyen lusta programozó módjára gyorsan kikopizom, bár szerintem nem lesz jó, mert ilyen spéci karakterek vannak. Jó, és akkor órai anyag, és akkor deklaráció CPP. Hát igen, és nem is jó, úgyhogy rögtön javítok egy kicsit. Na, tehát itt ugye van ez a kis programunk, és akkor rögtön, ha megpróbálnánk ezt így fordítani, hát természetesen nem fog működni, mert ugye rögtön írja, hogy egy csomó minden nincsen deklarálva. Ugye nincs deklarálva a cout, nincs deklarálva ez az f függvény, meg nincs deklarálva az i-se. Tehát nyilván így ezeket meg kell mondanunk, hogy micsoda. És akkor ugye, hát a cout hol van? Ugye benne van a szokásos kurzus headerbe. Mert hogy ez ott van deklarálva. Jó, és akkor már kettővel bentebb vagyunk. Tehát igazából, mármint egyel, bocsánat, bentebb vagyunk, tehát már akkor a cout rendben van. Na jó, van, hát akkor kéne deklarálnunk az i-t is, hát mi legyen az i, legyen mondjuk valami sima integer. Oké, deklaráltuk az i-t.
Jó, újra fordítjuk, akkor már csak az f hiányzik, hát deklarálnunk kell az f-et. És akkor itt most egy picit előre szaladok. Ezzel deklaráltuk is az f-et. Ugye? Na és akkor itt jön képbe az, hogy oké, deklaráltuk az f-et, de nincs definiálva. Jó? És itt már alapvetően azt látjuk, lehet, hogy kaptatok már ti is ilyen hibát, hogy undefined reference to f int. Jó? Ez annyit jelent, hogy, hogy a deklaráció ugyan megvan, hiszen a nevet bevezettük, ugye, a függvénynek ugye itt a nevét bevezettük, de nincs definiálva. Jó, hát semmi gond, definiáljuk. Hát, mondjuk simán ilyen int paraméter, hát mit csináljon, mondjuk adja vissza a kétszeresét, mondjuk kétszer x-et. Jó. És miután már definiáltuk is, így akkor már működik, és akkor így már futtathatjuk. Jó. Hát nyilván, ha nullára hívjuk, akkor nulla lesz, de csak hogy lássuk, hogy jól működik. Jó. Oké. És tehát ugye deklarálnunk kell a változóinkat, függvényeinket, tehát be kell vezetnünk a nevet, hogy az a név micsoda. Most hiába hivatkozok itt az i-re, addig, amíg nem mondom meg, hogy mi az az i. Tehát nem fogja tudni, nem fogja tudni használni. Ugye nyilván a másik fontos dolog az, hogy azelőtt kell, mielőtt használnánk, de hát nyilván ez már triviális, hogyha utána próbáljuk, akkor megint nem fog működni. Ugye ez a futás lineáris, tehát szépen úgymond sorról sorra, vagy kifejezésről kifejezésre, utasításról utasításra megy a végrehajtás. Tehát ez így megint csak nem jó, nincsen look, ez az úgynevezett look ahead rule, ez nem működik, egy kivételtől eltekintve, de arról majd beszélgetünk máskor, ugye az osztályok kapcsán. Jó, úgyhogy nyilván meg kell mondanunk minden névre, hogy micsoda, pontosan hogyan is működik, és nyilván definiálnunk is kell őket, tehát az nem lehet, hogy csak a nevet, csak a nevet vezetjük be, kell a definíció is. Kell a deklaráció, és kell a definíció is, ugye minden egyes elemnél, ugye ahogy beszéltük, a cout az a header fájlunkban van, ugye a kurzus headerben van megmondva, hogy ez a cout, ez micsoda, ugye az f-et meg az i-t pedig nekünk kell megmondanunk, hát az f az valamilyen függvény, az i meg valamilyen objektum, amit átadunk paraméterül ennek a függvénynek. Jó, rendben van. Na, és akkor mi ez a definíció tulajdonképpen? Egy olyan deklaráció, ami teljes mértékben leír egy entitás, legyen az objektum, vagy függvény, vagy bármi. Hát itt nyilván itt gondolunk nyilván a név, a típus, esetleg adunk neki kezdőértéket, ugye ez is rendben van, csak itt nincs kezdőérték, ilyet ne csináljunk, mindig adjunk kezdőértéket. Itt van például egy ilyen, egy olyan double-ök vektor, ami kezdetben üres. Jó, majd megbeszéljük, hogy ennek azért van kezdőértéke, és majd a stringnél is ez előjön, mert láttam laborokon olyat, hogy stringnek adtatok kezdőértéket. Nem probléma, de majd látni fogjuk, hogy nem muszáj, mert alapvetően ki van nullázva idézőjelbe a string. Jó, akkor itt van egy másik definíció, itt amikor megadjuk ugye a függvénynek a törzsét is, hát itt ki van pont-pont-pontozva, hogy ne írjuk le teljesen, de látjuk, hogy itt ugye itt van a függvénynek a neve, nyilván függvénynek kell, hogy legyen visszatérési típusa, illetve itt van a függvénynek a törzse. Jó, és akkor ez az, ami teljes mértékben leír egy függvényt, tehát ez már a függvénynek a definíciója is. Vagy itt van például egy struktúra, amiben pontokat rakunk, akármit is rakhatnánk, és akkor így int x, y. Jó, tehát már leírjuk azt, hogy a struktúra milyen elemekből áll, pontosan hogyan néz ki. Na és akkor pár példa deklarációra, ami nem definíció, mondjuk itt ez a függvény prototípus, ugye csak a függvénynek a nevét mondjuk meg, illetve a függvénynek a visszatérési típusát, vagy például egy struktúrának csak a nevét vezetjük be, tehát egy ilyen struktúra típusnak a nevét, ugye a tagjai, hogy hogyan is néz ki, pedig valahol máshol van leírva. Jó, vagy például itt van egy ilyen extern változó, ami hát jelenleg annyit tesz, hogy nem definíció, csak a nevet vezeti be. Ugye nyilván itt ebbe az esetben ezt definiáljuk is, tehát itt már konkrétan megmondjuk, hogy
hogy ez az objektum micsoda, itt jelen esetben egy sima integer. Az, hogy extern, azzal csak a nevet vezetjük be, tehát nem definiáljuk, csak deklaráljuk a nevet. Jó, hát nem nagyon jól használjuk ezt az extent. Egyébként most nézzünk rá egy példát, csak hogyha ilyet látunk, akkor ne jegyünk meg, de alapvetően nem nagyon szoktam én legalábbis személy szerint használni. Jó. Oké is. Na és akkor nézzük tovább. Ugye, ami fontos, hogy definiálni nem definiálhatunk valamit többször. Jó, tehát a definíció teljes mértékben leírja az entitást, ugye például, hogyha kétszer akarnánk az A-t definiálni, azt nem lehet. Jó, névütközés lesz, nem fog működni. Ugyanúgy nem tudjuk a ugyanolyan nevű függvényt kétszer definiálni. Jó, apró megjegyzés, hogy itt ugye a név mellett, hát C++-ba járvába a név mellett a paraméterlista is azonosítja a függvényt, tehát ez az, ami a függvényt azonosítja. Jó? Tehát a neve, illetve a paraméter listája. Oké is. Jó, tehát ezt így ebbe a formába kétszer nem lehet megtennünk. Látjuk, hogy itt ezt próbálja, tehát ezt nem lehet. Deklarálni viszont lehet kétszer. Egyszer deklaráljuk, aztán pedig definiáljuk. Tehát a deklaráció megmondja, hogy hogyan kell használni. Például itt ez ugye egyben egy definíció is, bocsánat, ez egyben egy definíció is, tehát bevezeti a nevet és definiálja. Akkor itt van egy deklaráció, ugye ezt az előbb beszéltük ezzel a extend kód szóval. Vagy mondjuk itt van egy deklaráció, majd rögtön utána egy definíció valahol máshol. Mint ahogy itt ebbe a kis forráscsipetbe is csináltuk az imént, hogy itt bevezettük a nevet, itt pedig leírtuk magát a függvényt. Ezt meg lehet tenni, hát itt ezt meg is tettük. Jó. Oké is. És ezt tényleg sokszor máshol szoktuk. Hogy miért kell ez így külön, és miért csináljuk ezt így külön? Ugye, ahhoz, hogy valamire tudjunk hivatkozni, elég deklarálnunk. És sok esetben a definíció máshol van. Később egy fájban, vagy más fájban. Na most, hogyha ezt akartam volna, itt ezt kirakhattam volna másik fájba, nyilván akkor be kell inkludolni, meg ilyesmi, tehát ezt akár kirakhattam volna ebbe a kurzus headerbe is, mindjárt nézzünk erre egyébként egy példát, hogy ez hogyan is működik, és ez sokszor nagyon hasznos tud lenni. Például ti is, ahogy programoztuk, ugye használjátok a kurzus headert, sokkal szerencsésebb, hogy ott vannak ezek a függvények, mint hogy állandóan be kellene copy-paste-elni a saját forráskódotokba. Ezekkel a deklarációkkal alapvetően interfészeket határozunk meg, akár a saját programkódunkban, akár más külső függvénykönyvtárakba, például az IOStream kapcsán, vagy egyéb library kapcsán, amit használni fogunk. És ez nagyon fontos egyébként itt a library-nél, hogy ne írjuk meg, ami már készen van. Jó, tehát nyugodtan használjuk, és ezeken a deklarációkon keresztül érjük el ezeket a külső függvényeket. Hát nagyobb programokban meg tényleg elkerülhetetlen, tehát most gondoljatok bele, hogy valami hatalmas játékot írtok, azt egy fájba lenne az egész, egy forrás fájba, hát nyilván kezelhetetlenné válna a dolog. Jó. Oké, és csak kicsit rápillantok, jó, rendben van. Oké, és akkor különböző típusú deklarációk, például változók, ugye itt látunk néhányat, itt mondjuk egy ilyen x nevű sima integer változót, vagy itt mondjuk egy integerek vektor, aminek már rögtön adunk kezdő értéket is, pontosabban belehelyezünk a vektorba pár konkrét értéket, akkor lehet használni ilyen konstans deklarációkat, ezekről is fogunk majd részletesen beszélni. Akkor ilyen konstans kifejezéseket, ezeket már használtuk, igaz, egyelőre csak sima változóknál, sima objektumoknál, hát ezeket majd megnézegetjük, ki lehet ezeket értékeltetni így fordítási időben is, tehát kicsit összetettebb dolgokat is itt ki lehet számoltatni. Ugye vannak függvénydeklarációk, ezeket is csinálgattuk már, most egy kicsit részletesebben elbeszéljük, hogy ezek pontosan hogyan néznek ki. Vannak névterek, ezt is megnézzük ma, csak tényleg nagyon röviden, hogy mik is ezek a névterek. Majd utána jönnek a típusok,
Osztályok és enumok, ez lesz jövő héten, valamint lesznek ilyen template osztályok, azokat pedig az utolsó héten, pontosabban az utolsó alkalommal fogjuk megnézni, hogy hogyan is működnek. Nézzük meg az első nagyobb témát, ezeket a header fájlokat és a preprocessort, hogy mi is pontosan. Ezek a headerök olyan fájlok, melyekben függvény, típus és konstans deklarációk vannak, illetve egyéb programrészek. Ugye itt a stdlib facilities kapcsán ugye például itt található meg, hogy mi az a cout, vagy mi az a sort. Ugye nem nekünk kellett megírni, illetve nem nekünk kellett külön plusz melót beletenni. Ugye nagyon hasznos ez a header, mert tényleg nagyon sok minden benne van, amit használunk. Nem kell már rögtön így az elején különösebben elmagyarázni dolgokat, tényleg ott van benne, használjuk. És hogy hogyan is tesszük ezt be, ez tulajdonképpen, ez az utasítás, egy úgymond preprocessor direktíva. Tehát az előfordítónak mondja meg azt, hogy ezt a fájlt úgymond csatolja hozzá a mi fájlunkhoz. Jó, most nagyon ilyen konyha nyelven mondom, nem feltétlenül akarnék most belemenni, hogy ezek a fordító programok hogyan működnek. A lényeg, hogy az első lépésbe megnézi ezeket az előfordító direktívákat, hát itt mondjuk van az include, de van ilyen, hogy define, meg sok más egyéb ilyen előfordító direktíva, hát ez annyit csinál, ez az include direktíva konkrétan, hogy ezt a fájlt hozzáfűzi a mi forrás fájlunkhoz. Jó, csak nagyon röviden dióhéjban. Ezek sok esetben ugyanolyan szöveges fájlok, hát most ugye meg lehet nyitni simán itt a kurzus header fájlt, látjátok, hogy ez is egy sima szöveges fájl, semmi különös, ez is simán egy valaki megírta, és ezeket használhatjuk. Nyilván ezt a fájlt is le kell fordítani, jó, illetve amiket ebbe beinkludolunk, ezeket is le kell fordítani, ha még nincsen. Jó, tehát ezeket is le kell fordítani, és előbb-utóbb eljutunk oda, hogy szépen ezeket mind-mind lefordítjuk, összerakjuk egybe, és előáll a futtatható fájl. Jó? De tényleg csak nagyon dióhéjban, röviden. Fordító programokról szerintem fogtok tanulni majd más tantárgyak kapcsán, talán. Jó. Úgyhogy ezek a header fájlok is sok esetben sima szöveges fájlok, meg tudjuk nyitni, a sort függvényt akár ti is meg tudjátok nézni, hogy hogyan van implementálva. Jó. Ezek a header fájlok hozzáférést adnak más típusokhoz, függvényekhez, egyebekhez, amelyekre szükségünk van a programunkban, és ezek általában nem különösebben érdekesek, hogy hogyan vannak implementálva, hogyan néznek ki. Ezek sok esetben máshol is vannak definiálva egyébként. Hát most megpróbálom még egyszer megmutatni ezt a header fájlt, hogy azért itt is van sok, látjuk, hogy itt is van sok include, és tényleg itt ezeket sok esetben csak használjuk, hát most lehet, hogy pont nem fogok olyat találni. Hát igen, itt a legtöbb dolog implementálva van már. Jó, de tényleg sok esetben azért ezek tényleg csak header-ök, de mindjárt nézzünk rá egy konkrét példát. Jó, és akkor csak, hogy egy kicsit beszélgessünk erről, hogy hogyan is néznek ki ezek a header-ök meg implementációk, hogy van nekünk mondjuk egy ilyen forrásfájlunk, amiben használunk valamit. Jó, hát ha emlékeztek ugye itt a tokenre, például itt csak használjuk a tokenünket. Na most mi a programunkban, a számológép programban ugyanabban a forrásfájlban raktuk ugye a token osztályt, meg a token stream osztályt, meg mindent, de megtettük volna azt, hogy kirakjuk egy külön header fájlba, és ebbe a header fájlba belerakjuk ezeket a deklarációkat. Jó, nagyon fontos, hogy itt csak deklarációk vannak, tehát csak a nevet vezetjük be. Például bevezetjük a token osztálynak a nevét, bevezetjük a token stream osztálynak a nevét, esetleg itt deklaráljuk ugye ilyen externként, hogy itt ezt majd fogjuk használni. És a token stream osztályon belül csak ezeket a függvény prototípusokat helyezzük el, tehát például a get függvénynek a prototípusát, vagy a get függvénynek a deklarációját írjuk csak. Aztán,
Az, hogy hogyan néz ki ez a get függvény, ezt meg megmondjuk itt egy, megint egy külön fájlba, egy token CPP fájlba, ahol már konkrétan le van írva ugye a token stream osztály get függvényének a definíciója. Tehát konkrétan az, hogy a get függvény hogyan működik. Hát nagyon sokszor használjuk tényleg ezt a megközelítést, hogy szét tudjuk szedni ezeket a fájlokat. Miért érdekes ez? Azért, mert sokkal egyszerűbb lesz a felépítése, a külleme, úgymond a forráskódunknak. Ugye azért emlékeztek rá, hogy azért a számológép a végére nagyon hosszú lett, tehát a forráskódja ilyen több száz sor lett, és azért ez egy egyszerű kis számológép, tehát azért ennél vannak bonyolultabb programok. Nyilván, hogyha, ahogy az imént is mondom, mindent egy forrásfájlba tennénk be, akkor ez kezelhetetlen lenne egy idő után. Úgyhogy sok esetben tényleg ezeket a saját típusainkat, a saját függvényénket kitesszük külön fájlokba. Na de miért van ez a két fájl, miért van ez így külön szedve, miért nem jó csak a headerbe rögtön definiálni mindent? Azért, mert így akkor sokkal átláthatóbb lesz. Szoktuk mondani ezt a header fájlt úgynevezett interfésznek is, és pedig azért, mert ez az interfész tényleg csak azt mutatja, hogy milyen függvényeink vannak. Fogjuk ezt még használni, meg fogjuk ezt még nézegetni. Most tényleg csak annyit, hogy itt majdhogy nem annyit látunk, hogy egy lista, hogy milyen függvényeink vannak. Jó? És sok esetben, nagyon-nagyon sok esetben ez már elég nekünk, főleg ha nagy Isten még föl is van kommentelve viszonylag jól, akkor ez már elég nekünk, hogy tudjuk, hogy hogyan is kell használni egy-egy típust, vagy egy-egy függvényt. Jó? És az, hogy konkrétan hogyan van implementálva, az már nem biztos, hogy érdekes nekünk. Néha megnézzük, főleg ha gyenge a dokumentáció, ami azért előfordul, de sok esetben tényleg ez elég nekünk, hogy jó, hát itt van egy get függvény, van egy print függvény, van egy ilyen függvény, olyan függvény, és akkor ezzel már tudjuk, hogy hogyan is működik például ez a token stream típus. Jó. Rendben van. Oké, és na de nézzünk egy példát. És akkor tényleg, hogy ez a szétbontás, ez hogyan is működik. Egy nagyon egyszerű kis példát nézzünk meg. Egy kicsi példa, hogy ez a szétbontás hogyan is néz ki. Hát mondjuk kezdjük egy header fájllal. Itt most nyitok egy új mappát. Mondjuk legyen egy ilyen my, mindegy egyébként. És kezdjük a header fájllal. Na most ebben a header fájlba, ugye ahogy mondtam, csak úgymond deklarációk vannak, tehát ahogy itt a token streamnél is néztük, tényleg csak bevezetjük úgymond ezeket a neveket. És akkor mondjuk legyen itt nekünk egy ilyen integerünk, legyen egy sima void függvényünk, mondjuk ez a, hát legyen ilyen printfu, ugye bevezetjük ezt a printfu nevet, hát ez legyen paraméter nélkül, mert akkor ez ezt fogja kiírni, illetve legyen egy print függvényünk, aminek már át tudunk adni egy paramétert. Jó, hát rögtön látjuk itt, hogy ugye itt a prototípusnál, ugye a függvény deklarációnál nem kell nevet adnunk a paraméternek, ha akarunk adhatunk, de nem kötelező, és ugye így már ezzel deklaráljuk is magát a függvényt. Tehát látjuk, hogy a headerünkben van két függvény, meg van egy sima integer változó deklaráció. Oké is. Na de hát ugye a deklaráció önmagában nem mond sokat, definiáljuk is őket, és akkor erre készítsük el ezt a MyCPP-t. Jó? És akkor itt pedig ugye definiáljuk magukat a függvényeket. Hát először is akkor legyen ez a printfu függvényünk, ami egész egyszerűen annyit csinál, hogy kiírja a foo-t. Oké, és a másik pedig ugye egy sima print függvény, de annak ugye van egy paramétere, na itt már ugye azért kötelező nevet adni a változónak,
pontosabban kötelező nevet adni a paraméternek, ha használjuk. Jó. Itt pedig írjuk ki az i-t, tehát amit paraméterül adunk át. Jó. Na most, amit még nekünk tennünk kell, nyilván a cout miatt, vagy használjuk a cout-ot, be kell inkludolnunk a header-t. Jó, tehát ezt a header-t mindenképp be kell inkludolnunk, illetve be kell inkludolnunk a mi általunk készített my.h-t, tehát amiben ugye ezeket a neveket deklaráltuk. Jó. És akkor innentől kezdve megvan nekünk a definíció, illetve megvannak a nevek is. Ugye a cout van benne ebbe a név, ebbe a headerbe, a foo pedig ebben a headerben. Jó? Tehát ez így nekünk elvileg rendben is van. Jó. Viszont még egy dologra szükségünk lesz majd, de akkor készítsük el ennek a a használatát is, ez meg legyen a use.cpp, tehát itt fogjuk majd használni ezeket a függvényeket. Most mit kell tennünk? Első körben be kell inkludolnunk a headerünket, tehát amiben benne vannak ezek, hiszen használni akarjuk ezeket a függvényeket. Na és akkor írjuk meg a main-t. Ugye itt most nekünk, ugye egyrészt azt akarjuk, hogy írjuk ki a foo-t, tehát a foo-nak az értékét, illetve írjunk ki mondjuk valamilyen értéket, teljesen mindegy, hogy mit. Jó, meg ugye zárjuk le a programot egy return nullával. Na most, ez alapvetően eddig nem lenne rossz, viszont azt beszéltük, hogy ugye ez csak egy deklaráció, mivel használjuk az extern kulcsszót, úgyhogy ezt definiálnunk kell. És ezt ne felejtsük el, hogy ezt bizony definiálnunk kell használat előtt. Jó, és ezzel már definiáljuk is. Most mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát, hogyha ezt csináljuk, csak ennyi van, akkor ugye bevezetjük a foo nevet, tehát rendben lesz, tehát például itt ez a foo név akkor már látható lesz, mert hogy a headerben ez rendben van. Viszont úgymond nem lesz definiálva, most gyakorlati értelemben mondva nem lesz memóriafoglalás, tehát ez a változó nem fog megjelenni nekünk a memóriában, tehát nem fogjuk tudni használni. Jó? Tehát a név be van vezetve, de effektíve nem lesz ott a memóriába. Jó? A definíció fogja ezt nekünk megtenni, és ezt itt tudjuk megtenni. Tehát a definíció az így már akkor megvan. És amit még itt kell, hogy hát adjunk neki valami értéket. Csak hogy legyen értéke is. Hát ezt megtettük volna amúgy itt is. Részletkérdés. Na nézzük meg, hogy működik-e. És akkor ezzel meg is nézzük, hogy kell ezeket használni. Ugye kell a useCPP, kell a myCPP, és ezt tegye be egy use futtatható állományba. A programunk lefordul, és akkor nézzük meg, mi történik. Jó, hát akkor kiírja nekünk ugye a hetet, mert ugye a print függvény ezt elvégzi, illetve kiírja nekünk a 69-et, mert a print függvénynek pedig ez a dolga. Jó. Na most mi történik? Tényleg nézzük meg csak gyorsan, hogyha ha nem definiáljuk a funkat. Akkor ha próbáljuk újra fordítani, akkor itt kiírja nekünk ezt az undefined reference to foo-t, mert hogy ugye nincsen definiálva, tehát csak deklarálva van, keresi a deklarációt. Jó, tehát nem tudja, hogy, tehát keresi a deklarációt. Az imént is ez történt itt, amikor az f függvényünk még nem volt definiálva, csak deklarálva, hogy kereste, hogy hol van. Jó, rendben van. Tehát ne felejtsük el definiálni az objektumainkat. Apró megjegyzés, tényleg ilyet nem nagyon szoktam én személy szerint használni. Inkább már a header-ökbe is deklarálom. Nem a legjobb megközelítés, de én nem nagyon szeretem ezeket az extern változókat, mert okozhat kavarodást. De mindegy, a lényeg, hogy lássatok ilyet is, hogy működik. Ezt egyébként már a linker írja ezt a hibát. Ez egyébként egy linkelési hiba. Tehát nem szintax hiba, hanem linker hiba.
Jó? Tehát amikor próbálnánk a forráskódjainkat összekapcsolni, akkor dobja ezt a hibát, akkor keletkezik ez a hiba. Menjünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy mi az a scope, vagy mi az a hatókör. Ugye ezt már említettem korábban, hogy ezt meg fogjuk nézni. Hát most ilyen nagyon egyszerű konyha nyelven a scope az a programkódunk egy része, vagy területe. Jó? És akkor itt tudunk beszélni ilyenekről, hogy global scope, az, ami a teljes programunkban látható. Van ilyen, hogy osztályscope, az egy osztályon belül. Erről majd jövő héten fogunk kicsit részletesebben. Ugye van a lokális scope, vagy a lokális hatókör, ami ugye a kapcsolzárójelek közötti rész. És akkor itt tényleg beszélhetünk akár egy függvényen belüli, vagy forciklusom belüli, vagy valamin belüli részről. Illetve van egy úgynevezett statement scope, ami mondjuk a for utasításban látszódik. Ezekről fogunk majd kicsit beszélgetni, és meg is nézünk egy kis példát ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is nézek ezek ki. Ugye, illetve a lényeg az, hogy egy név a scope-ban, illetve az abba beágyazott scope-okban látható. Tehát ugye itt nyilván a nevek kapcsán érdekes ez. Ugye ezt már beszéltük, hogy a deklaráció után, tehát lookahead rule nincsen. Ugye ez class scope-ot, vagy class hatókört leszámítva. És ami nagyon fontos, hogy a scope lokálisan tartja változóinkat. Jó. Ugye most mondhatnátok, hogy nyilván deklarálhatnánk, definiálhatnánk minden változót globálisan, de az nem lenne szerencsés. Ugye egy programban sok ezer változóval lehet a futása során, de most, hogyha mindig mindegyik globális lenne, akkor úgymond mindig mindegyik ott lenne a memóriába. És ez nagyon nem szerencsés. Egyrészt azért, mert rengeteg memória menne egy kárba fölöslegesen, másrészt pedig az, hogy ugye a névütközés, tehát folyamatos lenne a névütközés. Jó. A lokalitás jó, mindjárt megnézzük, hogy ez pontosan hogyan, mit is értünk ez alatt, és próbáljuk meg minél lokálisabban tartani a változóinkat. De lehet, hogy érdemes lenne rögtön egy példát is nézni erre, hogy mire is gondolok. Úgyhogy akkor, hát ezeket most becsukogatom, mert kezd sok lenni egy kicsit itt a programkód. Hát mivel is kezdjük? Jó. Hát kezdjük egy egyszerű kis szemléltető példával, hogy itt a függvényekben hogyan is néz ki a dolog, meg hát úgy egyébként a scope hogyan is néz ki. Úgyhogy rögtön szokott módon el is mentem, és akkor ez legyen a scope 1. Csak egy kis példát, hogy mire is gondolok. Ugye hát nyilván van egy mainünk, és akkor ebben a mainben van egy ilyen z deklarálva. Jó, rendben van. Hát írjuk ki ezt a z változót, és kicsit hiba kezeljük, hogy lássuk, hogy mi történik. Z a mainben. Okés. Na, és akkor nézzük meg, hogy nyilván ez eddig még semmi különös. Jó, csak hogy tényleg működjön, z a mainben 10. Rendben van. Okés. Na, írjunk egy függvényt, és adjuk át ezt neki paraméterül. Még jó, hogy mondtam, hogy ilyen beszédes nevű függvényeket írjunk. Hát, ne legyen z, legyen x, mert akkor teljesen összezavarodunk. És akkor itt csináljunk annyit, hogy vegyünk fel egy lokális z-t, és a paraméterül átadott számnak az értékét növeljük meg 7-tel mondjuk. Igazából teljesen mindegy. Jó, és akkor írjuk ki most ezt az értéket. Ez pedig lesz a z
az F-ben. Jó. Tehát itt akkor deklarálunk egy z változót, rögtön inicializáljuk valamilyen értékre, ez a x plusz 7, és írjuk ki ezt az értéket. Jó. Hívjuk is meg a függvényt, mert az fontos. Oké, és na nézzük. Oké, és jó, és akkor látjuk, hogy z a mainben 10, ugye ezt átadjuk paraméterül, pontosabban itt kiírjuk, itt pedig átadjuk paraméterül ennek az f függvénynek. Ez az értékint meg fog jelenni, hát ebbe a konkrét esetben x az 10 lesz, és ezt a 10 értéket fogjuk itt használni, hozzáadunk hetet, és ezt a 17-et értékül adjuk egy új lokális z nevű változónak, jó? És ezt az értéket itt kiírjuk. Hát kérdés az, hogy változott-e ez az énk, tehát ez az ét változott-e? Hát nézzük meg, nagyon egyszerű. Z a mainben másodjára. Jó, próbáljuk ki. Jó, hát látjuk, hogy nem változott az értéke. Ugye ez az é, meg ez az é, ez nem ugyanaz az é. Jó, hiába ugyanaz a neve, ez a két z, ez nem ugyanaz. Ez nagyon fontos, hogy ezek úgymond itt lokális változók. Jó, és miért hívjuk lokális változóknak? Ugye itt a kapcsolatok között deklaráltuk. Tehát ez az é csak ebben az f függvényben lesz látható, ráadásul csak a deklaráció után. Tehát mondjuk, ugye ezt az imént is már megnéztük, ha itt akarnánk kiírni, akkor ez nem fog működni. Ugyanis azt mondja, hogy az z nincsen deklarálva. Jó, ráadásul ki is írja, hogy ebben a scope-ban. Tehát in this scope, ebben a scope-ban, ebben a hatókörben az z nincs deklarálva. Jó, tehát fontos, hogy utána látjuk csak. Jó, tehát ez az z itt lokális. Ez az é pedig itt lokális a mainben. Jó? Sehol máshol nem látható. Oké. Na írjunk egy másik függvényt is. Mondjuk legyen egy ilyen g függvényünk. Ez már visszaad majd paraméterül egy integert. És annyit csinál, hogy itt megint létrehozunk egy z-t. Megnöveljük az értékét itt most kettővel. És itt írjuk ki megint csak, hogy ez most itt nekünk z a g-ben, csak hogy a zavar teljesen totális legyen, és csináljunk annyit, hogy adjuk vissza mondjuk z-nek a kétszeresét. Tehát szorozzuk meg kettővel z-t, és adjuk vissza. Jó. Használjuk is a függvényünket. Hát, hogy legyen? Legyen egy x változónk. Most ne azt írjuk fölül. És itt hívjuk g-t z-re. Jó. És itt csak csináljunk annyit, hogy kiírjuk. Ez pedig x lesz a mainben. Ugye, x a mainben. Így van. Jó, és x-et írjuk ki. És nézzük meg, hogy mi történik. Jó. Oké, és tehát z a mainben másodjára eddig megvoltunk. Akkor itt hívjuk j-t, és átadjuk paraméterül z-t. Ugye? A z az itt most 10, továbbra is. Itt a 10 megjelenik g-ben, hozzáadunk 2-t, és értékül adjuk z-nek, de ez megint egy lokális z, tehát ez megint egy másik z. Jó. És ennek a z-nek kiírjuk az értékét g-ben, az pedig 12 lesz. Ugye, mert csak hozzáadtunk 2-t. Majd itt megszorozzuk 2-vel z-t,
és kiír, és visszaadjuk a hívási helyre, tehát ide. Na most, ugye az EI-12 megszorozzuk 224 lesz, tehát itt a hívási helyen 24-nek kell megjelenni, amit értékül adunk X-nek, és ez az X, ez a itt lokális X. Jó, tehát innentől kezdve itt ez egy lokális X lesz, és kiírjuk X a mainben, ami itt 24. Hát erre is számítottunk, hiszen 12-24, itt azt adtuk vissza, tehát x24 lesz. Mi a másik tanulság? Hogy x itt lokális, illetve ezekben a függvényekben is lokális, jó? Tehát látjuk itt a paraméter listában x a változónk neve. Ez az x, ez mindig az adott függvényben lesz lokális, tehát itt most konkrétan ezen a részen, ez az x pedig ezen a részen. Jó? Ez a harmadik x pedig itt ebbe a részbe. Jó. Tehát mindig az adott scope-ba kell a lokális változókat tekintenünk, tehát ott kell tudnunk használni, ott tudjuk csak használni. Tehát ezt az E-t itt nem érjük el. Ugyanúgy, mint ezt az E-t se ebbe a függvénybe, meg oda-vissza. Jó? Tehát ezek csak ott láthatóak, ahol definiáltuk őket. Jó, rendben van. Nézzük még erre a scope-ra egy másik példát. Csak hogy teljes legyen a dolog. Oké. Okay. Hát, nyomok egy copypastát, mert az mindig hasznos. Jó. Csak hogy lássuk azt, hogy miért is érdekesek ezek a brace-ek. Ugye, mondjuk nyomjunk egy ilyen, készítsünk egy ilyen integert, mondjuk legyen a neve, hogy inscope, és hát legyen az értéke a szokásos 42. És hát, mondjuk hozzunk ide még egy scope-ot belőle, ugye ezt megtehetjük, hát ilyen kapcsolzárójeleket bármikor tehetünk, és hát, írjuk ki itt az értékét. Mert térjünk vissza nullával, csak hogy zárjuk le a programot. Nézzük, hogy mi történik. Ez már a scope 2, ugye? Jó, hát kérjük, hogy 42. Jó, ezzel mit mutatunk? Az, hogy egy változó, egy lokális változó az abba a scope-ba látható, amiben deklaráltuk, illetve az abba beágyazott scope-okba. Jó? Mert ezt tekinthetjük egy beágyazott scope-nak, ugye a kapcsolzárójelek miatt. De nyilván itt most írhatnék valami egyszerűbbet is, mondjuk itt egy ilyen sima kis for ciklust. Hoppá. Jó, és akkor ugye ez itt megint egy belső scope, amiben használjuk. Jó, és akkor itt ezt kiírjuk mondjuk 10-szer, ha nem értem el. Oké. Jó, tehát teljesen mindegy, hogy ezt most hogyan tekintjük, itt ez így működni fog. Jó. De nyilván itt még egy kicsit tudunk tekergetni a dolgokon, hiszen ha már egy scope-on belül vagyunk, akkor ugye ezt itt megint csak tudjuk definiálni. Mondjuk most ne legyen 2, legyen 100. Jó? Hát írjuk ki. És nézzük meg, hogy mi történik. Jó? Tehát adott scope-on belül ezt felül tudjuk definiálni. Jó? Mert ez akkor már itt ezen belül lesz egy ilyen lokális változó. Jó? És így akkor nem lesz névütközés, mert itt külön blokkban definiáltuk ezeket a változókat. Jó, rendben van. Oké, és hát, alapvetően azért ne nagyon csináljunk ilyet, tehát figyeljünk erre oda. Nyilván ez csak azért érdekes, mert ugye lehetnek nekünk ilyen globális változóink is.
Hát SN40, ez legyen 200. Jó, és akkor ezt tudjuk máshol is használni. Jó. Tehát nyilván ezek a blokkok tényleg erre jók, hogy úgymond felül tudjuk definiálni ezeket a változóinkat, de nyilván azért figyeljünk oda rá, hogy névütközés ne legyen. Amilyen ökölszabály, hogy tartsuk minél lokálisabban a változóinkat. Jó, hát most esetleg még behozok ide még egy ilyen blokkot, csak hogy lássuk a globális változónak is a működését. Jó, illetve az, hogy ez elérhető itt kívül is. Jó, és akkor látjuk, hogy ez itt, tehát ez az InScope változó ebben a blokkban van definiálva, ez az InScope változó ebben a blokkban van, de ugye a definíció után, jó, ez az InScope változó pedig a globális InScope változó. Jó, tehát ilyenkor ugye itt a programnak ezen a részén ezek a belső lokális InScope változók már nem látszanak. Jó, tehát ezeket már nem érjük el, ezért van az, hogy ugye 200-at ír ki, mert ugye a globálisnak ez az értéke. Jó, ezt a tényleg csak azért mutatom meg, hogy lássuk, hogy mit jelent a lokalitás, meg mit jelent az, hogy lokális változó, meg hogy hogyan használjuk a lokális változóinkat, illetve nyilván a globálisakat, hogy ezek pedig mindenhol elérhetőek. A harmadik dolog, amit megnéznénk, az ugye ezek az úgynevezett statement scope változók. Ugye, ami például itt van egy a for ciklusunkba. Jó, itt az i, az egy statement scope változó. Tehát ez az i csak itt a for ciklusunkon belül érhető el, tehát a for ciklusunkba. Hát itt most átírom i-re, csak hogy az i-ket írja ki. Jó, és ez ott szépen elszámol 0-tól 9-ig. És itt az i már nem érhető el, tehát ha itt akarnám kiírni i-t, akkor ez már undeclared lesz, tehát ebben a scope-ban már nem elérhető. Jó. Ezt hívjuk statement scope-nak, amikor ez a változó konkrétan itt az i, csak itt a for ciklusban érhető el, ugye a törzsében, meg nyilván itt a tesztelésben, tehát itt érhető csak el ez az i. Hát miért érdekes ez? Ugye régebbi C verzióban például ez még nem volt elérhető, ugye akkor azt kellett csinálni, hogy itt kint kellett deklarálnunk ezt a ciklus változót, és akkor itt tudtuk használni. Ugye ebben az esetben ez annyiban különbözik, de azért megnézem, hogy működjön, ahogy elírjam. Jó, hogy ugye az i az itt kint is elérhető volt. Így van, tehát itt kint is elérhető volt az i, és ez ugye nem szerencsés, mondjuk abból a szempontból, hogy ha tényleg csak itt a for ciklusunkban használjuk ezt az integert, ezt a kis változót, akkor itt már ne foglalja fölöslegesen a memóriát. Jó, tehát itt már fölösleges lenne. Nyilván mondjuk egy integernél ez nem feltétlenül nagy hiba, de azért erre figyeljünk oda. Jó, ez volt az ökölszabály, amit mondtam, hogy tartsuk a változóinkat minél lokálisabban. Jó, tehát ne az legyen, hogy ide minden változót kihányunk globálisba, vagy mondjuk itt a ciklus változóinál. Egyrészt memória használat miatt, másrészt pedig névütközések elkerülése miatt. Ezeket tartsuk mindig szem előtt. Folytassuk. Ugye akkor a scope-pal meg is vagyunk, és akkor így a függvények kapcsán pár kis emlékeztető, amikről már beszélgettünk, de érdemes megint előszednünk. Ugye miért is használunk függvényeket?
Ugye daraboljuk fel a programunkat könnyen átlátható részekre. Ez lenne az filozófia. Ugye példaként mondhatjuk tényleg a számológépet is, hogy ugye, hogy milyen nyelvtani részeket értékelünk ki, kiértékeljük az expression-t, a termet, a primary-t, és így tovább, de mondhatnánk ugye most már a statementet is, hogy ugye azt is hozzáadtuk, illetve a calculate függvény, stb. Tehát szépen szedjük szét a programjainkat, könnyebben átlátható, könnyebben észrevető az esetleges hiba, könnyebb a karbantartás, jobban olvasható, és tényleg jobban átlátható az egész. Ugye, amit itt ír is, hogy illesszük a problémát a gondolkodásmódunkhoz, adjunk nevet az adott műveletnek. Például a tokennél, ugye a token streambe, ugye a get függvény, hogy vegye a következő tokent, és így tovább. Jó. Ami ilyen ökölszabály tényleg, hogy egy függvény, egy feladat, tehát tényleg, hogyha írunk egy függvényt, akkor az egy dolgot csináljon. Ha esetleg van ott, amit még egyéb dolgot el kell végezni, akkor azt dobjuk át egy másik függvénynek, írunk rá egy másik függvényt, és csinálja meg azt. Jó? Csak azért, hogyha esetleg ott van a hiba, akkor ne 30 sor kell átnézni, hanem mondjuk 2x15-öt, mert akkor ott már esetleg gyaníthatjuk, hogy ott lehet a hiba, és rögtön ahhoz a függvényhez tudunk ugrani. Jó. Tehát ennyi lenne így ilyen kis emlékeztető, hogy miért is használunk függvényeket. És akkor hogyan néz ki a függvény, milyen formája van? Hát nyilván ezt is már azért nézegettük. Ugye van egy visszatérési típus, amivel a függvényünk visszatér, ugye vagy egy double értékkel, vagy egy integer értékkel, vagy egy token értékkel, vagy bármilyen más értékkel. Ugye van egy neve, mondjuk expression, vagy SQRT, vagy bármi egyéb, illetve van egy formális paraméter listája, tehát az, hogy milyen paraméterekkel működjön az a függvény, milyen paramétereket adunk át. Hát átadunk egy integert, meg egy double-t, vagy két integert, vagy akármit. Jó. A függvénynek így néz ki a deklarációja, tehát egy deklarációnál ezeket kötelező megadnunk. Ugye a függvényt pedig ez a rész azonosítja egyértelműen, tehát a neve és a formális paraméter listája. Oké. Na most ezen felül, ha definiálni szeretnénk, akkor meg kell adnunk még a függvénynek a törzsét is, tehát a függvénynek a testét, ugye, hogy ott pontosan mit is csinál. Jó. Hát itt van egy példa, itt van egy ilyen double típusú értékkel visszatérő F nevű függvény, ami egy integert és egy double-t vár úgymond paraméterül, tehát a formális paraméter lista egy integer és egy double, a függvény törzse pedig annyit csinál, hogy visszaadja A szor D-t. Jó, hát ez egy függvény, és ez egy függvény definíció. Jó, mert itt ugye a testét is megadtuk a függvénynek. Jó. Hát ezt hívjuk úgy, hogy formális argumentumok, vagy formális paraméterlista, vagy paraméterek. Hát ez majd folyamatában kialakul, hogy erre hogyan is szólítjátok sokféleképpen. Paraméterlista a legegyszerűbb. Jó, hogyha nem akarunk visszatérést, akkor használhatjuk a voidot. Jó, tehát ezt a void függvényt. Például itt van egy ilyen deklaráció, ugye ez a valami increase power to level, akár micsoda, és hogyha tényleg csak ez a függvény ott valamit csinál, amit egyébként metódusnak vagy eljárásnak hívunk inkább, akkor azt jelezhetjük azzal, hogy voidot írunk. Jó, tehát egyszerűen csak annyit írunk oda, hogy void, és akkor nem lesz visszatérése a függvénynek. Jó, csak ott belül csinál valamit. Jó, a függvénynek a törzse lehet egy blokk, tehát simán így kapcsolós zárójelek között, vagy lehet egy try blokk, ugye, és akkor itt ilyen try-catch-es megoldással, hogy ahogy tanultuk is, például a mainnél, hogy ugye a blokk elé írjuk a try kulcsszót, a blokk után pedig ugye a catch-et, nyilván ugye a szokott módon ugye egy blokkkal, ahol ugye kezeljük is esetleg a kivételt. Jó. Na de hogyan is működik ez a paraméter átadás, illetve a paraméter lista? Tekintsünk itt most egy nagyon egyszerű kis függvényt. Hát szerintem írjuk is meg, és akkor az tényleg látványosabb lesz.
és akkor utána magyarázgatom ezt a kis Móriczka rajzot. Jó, ezeket becsukogatom, szóval nyitok egy teljesen újat, és akkor legyen itt az első, ez a Best Buy Value. Tehát ez a érték szerinti paraméter átadás. Hoppá, rögtön szokott módon, csak hogy ez meglegyen, adjuk át a, vagy inkludoljuk a szokásos headerünket. És akkor írjunk egy nagyon egyszerű kis függvényt, ami paraméterül vár egy integert, és egész egyszerűen annyit csinál, hogy hozzáad egyet. Hát most ezt így írom, tudom, hogy beszéltük, hogy ezeket a tömörített concise operátorokat jobb lenne használni, de most, hogy látványos legyen, használjuk ezt. És adjuk vissza úgy az eredményt. Jó. Na most itt a mainbe pedig csak annyit csinálunk, hogy egyrészt definiálunk egy ilyen lokális x változót, mondjuk legyen ez a 42, csak a szokott módon. Írjuk ki az értéket, de azt az értéket, amit visszaadunk az f függvénytől. Jó. Tehát itt annyit csinálunk, hogy ezt az xx változót átadjuk paraméterül ennek a függvénynek. Itt ugye az érték meg fog jelenni, tehát ennek a paraméternek az értéke, amit itt átadtunk, megnöveljük egyel, majd visszaadjuk. Miután visszaadtuk, ez az érték itt a hívási helyen meg fog jelenni, és ki fogjuk írni. Hát nézzük meg, hogy működik-e. Oké, és jó. Hát kérjön, hogy 43, hát valami ilyesmire is gondoltunk, hogy valószínűleg valami ilyesmit szeretnénk. Tehát itt az xx-et egyrészt itt akkor definiáljuk, inicializáljuk is, tehát rögtön adunk neki kezdőértéket. Ezt az értéket itt átadjuk paraméterül ennek az f függvénynek. Ez az érték itt meg fog jelenni ebben az integer változóban, tehát az x az 42 értéket fog fölvenni. A 42-t megnöveljük egyel, visszaadjuk értékül, tehát innentől kezdve az x már 43 lesz, visszaadjuk ezt a értéket, tehát 43-at visszaadjuk, ez a visszaadott érték itt a hívási helyen meg fog jelenni, jó? És ezt a 43-at itt szépen kiírjuk a standard out-ra, és ahogy látjuk, itt ez meg is jelenik nekünk. Fantasztikus. Na, mi történik akkor, hogyha ki akarjuk írni xx-nek az értékét? Mi fog történni? Ugye, mit várunk? Hát kérdés, hogy mit akarunk persze csinálni, de ami itt most lényeges, hogy itt, ebben az esetben az xx változónak csak az értékét fogjuk átadni ennek az f függvénynek. Jó? Tehát csak az értéket adjuk át. Tehát itt ez a 42, ez meg fog jelenni, megnöveljük egyel, és visszatérünk. De az xx változó értéke ettől nem fog változni. Jó? Nézzük is meg. Így van. Tehát látjuk azt, hogy az xx változónk az továbbra is 42. Mert itt a lokális x-en dolgozunk, tehát egy lokális x változót fogunk módosítani, pontosabban az értékét változtatni, és annak a lokális x változónak az értékét fogjuk visszaadni. Jó? De nagyon fontos, hogy itt a függvényen belül az xx változónak csak egy másolatával fogunk dolgozni, tehát nem magával az xx-el. Jó, rendben van. Na most, hogyan tudjuk azt, hogy, tehát hogyan tudnánk megtenni azt, hogy az xx változó értékét módosítsuk? Ezt az úgynevezett referenciával tudjuk megtenni, amit azzal jelzünk, hogy ide dobunk egy ilyen end jelet, én csak így hívom, hogy ilyen end jelet. Ezzel pedig azt mondjuk, hogy ne egy másolat jöjjön létre, tehát ne az értéket adjuk át itt az f függvénynek, hanem adjuk át magát az objektumot. Mindjárt kitérek rá, hogy ez pontosan mit is jelent, de próbáljuk is ki. Na, hát el kellett volna mentenem új néven.
Úgyhogy el is mentem új néven, mert ez már Pass By referenc lesz. Jó. És akkor így legyen csak pontos. Na, fordítsuk le. Pass By reference, és akkor futtassuk. Jó, és akkor látjuk, hogy itt már a 43 az módosít. Tehát itt már a változó értékét is módosítjuk. Jó, hogyan működik? Ugye itt egy objektum, egy úgynevezett objektum referenciát fogunk átadni. Tehát itt ez a lokális x változó ebben az esetben ugyanaz az objektum lesz, mint itt ez az xx változó. Jó? Annyit kell tudni, hogy ez az x egy új név lesz ugyanerre az objektumra. Jó? Tehát itt most x meg xx az tulajdonképpen ugyanaz, csak más néven hivatkozunk rá. Tehát más a név. Jó. Nézzük meg ezt ábrákkal is. Jó. Ugye első esetben volt egy érték szerinti átadásunk, ugye ugyanez a függvény, ugyanez a szisztéma, amit csináltunk. Na most itt van nekünk ez a xx változó, itt mondjuk konkrétan nullára inicializálta, tehát nulla érték lett. Itt ebben a függvényben, itt mondjuk A-nak hívja, itt az A, ez egy teljesen másik objektum lesz, nyilván más is lesz emiatt a neve, tehát az XX objektum, illetve az A objektum, az két különböző objektum lesz a memóriába, két különböző változó. Annyi történik csak, hogy az A objektum fölveszi XX-nek az értékét, tehát egész egyszerűen átmásoljuk érték szerint egy másik objektumba. Jó, tehát az értéke lemásolódik, és egy teljesen másik objektummal fogunk dolgozni, ezt a A objektumot fogjuk egyel megnövelni, és ennek az értékét adjuk itt vissza. Jó. Oké. Mi történik, hogyha referenciát adunk át? Látjuk, hogy itt is csak ezt a kis endjelet dobta ide a paraméter listába, ugye a típus név, a típus azonosító után. Itt ugye annyi történik, hogy ez az A egy új név lesz, de ugyanarra az objektumra. Jó? Itt látjuk is, hogy kezdetben itt van ez az XX objektumunk, itt ezt inicializáljuk nullára. Jó? Hát itt ennyi történik. Itt ebben az első sorban. Aztán ezt átadjuk paraméterül ennek az f függvénynek. Ebben az esetben csak annyi történik, hogy erre az objektumra bevezetünk egy új nevet. Itt konkrét esetünkben most az A név lesz, tehát az A lesz a másik neve ugyanannak az objektumnak. Na most nyilván, mivel ugyanazt az objektumot tekintjük, ezért, ha megnöveljük egyel az értékét, akkor ezt az objektumot fogjuk egyel megnövelni, tehát ennek az objektumnak az értéke lesz 1 ebben a konkrét esetben. Az, hogy visszaadjuk az értéket, oké, rendben van, visszaadjuk az 1-et, az itt meg fog jelenni, viszont mikor kiírjuk xx-et, akkor erre egyel megnövelt értékű objektumra gondolunk, hiszen az xx és az a ugyanarra az objektumra hivatkozik, csak más néven. Jó, és emiatt egyet fogunk kiírni itt is. Oké is. Na, mennyire volt ez érthető? Jó, amit tényleg itt látni kell, hogy ez az x, hogyha referenciát adunk át, az ugyanaz az objektum, mint ez a xx, csak más néven. Jó, ahogy itt az ábra is mutatja, csak itt a van, nem pedig x, de hát itt ezt most már átírhatnánk arra igazából, de teljesen mindegy. Így van, ha xx egy konstans, akkor hibát fog adni. Jó, mert konstans változó értékét referencián keresztül se lehet módosítani, de próbáljuk ki, megmutatom. Jó, tehát nem fogja engedni. Jó, ugye, mert egy nem konstans referenciának akarod, mindjárt erről beszélünk egyébként. Hogyha ez is konst lenne, akkor más lenne a hiba üzenet. Jó, de akkor meg ugye az lenne a gond, hogy read-only referenciünk van. Tehát ez itt a problémája. Jó, de erről mindjárt kitérek. Mert nem akarok előre szaladni ennyire. Figyeljünk oda, hogy mit használunk, illetve hogy hogyan is használjuk ezeket. Ugyanis eredményezhet búkat.
Ugye tekintsük itt ezt a két kis egyszerű példát, nem akarom külön megírni, mert ez tényleg csak ilyen nagyon egyszerű valami. Ugye itt inkrementálnánk a változónk értékét. Tehát igazából tényleg csak annyit csinálunk, hogy inkrementálnánk egy változó értéket. Ugye ebben az esetben látjuk, hogy átadjuk paraméterül és érték szerint, tehát egy másolatot fogunk csinálni a paraméterül átadott objektumról. És visszaadjuk a egyel növelt értéket. Jó? És látjuk, hogy ez itt egy integer típussal tér vissza, tehát majd el kell tárolnunk tulajdonképpen azt az értéket. Ezzel szemben itt van egy másik, ami ilyen void típusú, és referenciát adunk át, és tényleg csak a referencián keresztül fogjuk növelni egyel az értékét az objektumnak. Tehát itt nem is adunk vissza értéket, csak ugye annak az objektumnak az értékét fogjuk egyel növelni, amit átadtunk paraméterül, pontosabban amire átadtuk a referenciát, és hogyha mondjuk van itt nekünk egy x egyenlő 7 változónk, akkor figyeljünk oda, hogy mit is, hogyan is használjuk. Jó? Most az, hogy mi egyértelmű, meg mi nem, ezt döntsétek el ti. Ugye itt az, hogy x-nek értékül adjuk az egyel inkrementált értékét, hát ez mondjuk elég egyértelmű, ez már nem biztos, hogy annyira egyértelmű, de hát ezt döntsétek el ti. Jó. Amire itt fel akarom hívni a figyelmet, hogy figyeljünk oda, hogy hogyan használjuk ezeket. Jó? Mindjárt mondok egy kis iránymutatást egyébként. Jó. És hát miért van ez? Hát néha lényeges, például amikor sok értéket kell változtatni, vagy amikor egy vektornak az értékeit akarjuk változtatni, illetve még hasznosak lehetnek ezek a konstans referenc argumentumok is, mindjárt erre is nézünk egy kis példát. És akkor hát egy kis iránymutatást akkor, hogy ez a call by value mondjuk jól működik kis objektumoknál, például egy integernél, vagy egy double-nél, vagy ilyesminél. A call by const, vagy call by reference pedig nagy objektumoknál. Jó? A const referenceről mindjárt beszélünk, hogy hogyan is működik. Inkább return-öljünk, tehát inkább adjuk vissza az értéket, ha lehetőség van. És ez majd a mozgató szemantika lesz, erről majd a fél év végén fogunk beszélgetni. Jó? És akkor itt tekintsünk egy kis példát. Például itt van nekünk egy képünk. Jó? Van a memóriában egy fényképünk. Tehát mondjuk egy kép az egész nagy lehet, ugye főleg most már ilyen 20, 25, 30, 50 megapixeles képek, már telefonnal is, sőt már ilyen 100 4 vagy 108 megapixeles képeket is lehet csinálni. Tehát tényleg ezek nagyon nagy méretűek tudnak lenni. És ugye nyilván nem a JPEG méretét kell nézni, mert az már egy tömörített valami, hanem tényleg ezek a memóriába kibontva tényleg több 10 megabájt, több 100 megabájtosak is tudnak akár lenni. Na most ugye van nekünk egy függvényünk, ami csinál valamit egy képpel, és látjuk, hogy ez a függvény érték szerint akar egy képet úgymond használni, és amikor ezt használjuk, akkor ugye tulajdonképpen érték szerint át kell adnunk, tehát le kell másolnunk a képnek az értékét, ami erőforrás igényes lehet, tehát lassú lehet. Mindjárt erre nézzünk egy példát. Viszont hogyha referenciát adunk át, akkor tulajdonképpen az egy pillanat alatt megvan, tehát nem szükséges ehhez lemásolnunk lokálisan a képünket. Jó? Tehát ez gyors lehet. Na most, hogyha nem akarunk módosítani a MyImage-ünket, tehát a képet nem akarunk módosítani, akkor használjuk ezt a konstans referenciát. Jó? Tehát akkor tudjuk ezt is használni, viszont ha nyilván módosítani akarjuk, akkor a sima referenciát kell használnunk. Fogunk majd beszélni erről is, így a mozgató szemantika kapcsán, majd később egy kicsit, jó? Most még ez nem aktuális, amúgy ez lesz majd a leggyorsabb, illetve legszerencsésebb megoldás is. Jó, tehát amit tudni kell, hogy ebben az esetben, ugye a MyImage-ről a függvényünkben létrejön egy másolat, mert érték szerint adunk át, tehát ezt a 100 megát úgymond át kell másolnunk.
Jó. Ebbe az esetben viszont csak egy referenciát fogunk átdobni, ami egy pillanat alatt megvan, és nem is igazából erőforrás igényes. Jó. És erre nézzünk most akkor egy példát. Hát nem képet, mert képekkel most nem nagyon akarnék foglalkozni, hanem akkor nézzünk erre egy kis példát, és akkor egy pici kis ilyen erőforrás gazdálkodásról is essék szó. Oké, itt is vagyunk. Na, és akkor hogyan lehetne ezt? Hát mondjuk csináljunk nagy vektorokat. Hát, vagy kicsiket. És akkor nézzük meg, hogy ezek hogyan is néznek ki. Megint itt nyomom a copy-paste-et, ugye szokott módon. Tehát csinálunk egy ilyen kis mélyfüggvényt, és hát csináljunk pár vektort. Hát milyen vektort, mondjuk ilyen double vektorokat, csak mert az viszonylag sok memóriát foglal. És hát legyen mondjuk egy ilyen VD1, mondjuk egyelőre 10 elemmel. Jó. De írjuk is ki, tehát mondjuk legyen egy ilyen print függvényünk, hiszen nyilván kell, hogy legyen egy függvényünk. Tehát adjuk át paraméterül ennek a print függvénynek a vektorunkat. Hát mit csináljon ez? Legyen egy sima ilyen void print. És először adjuk át érték szerint. Ez pedig legyen egy ilyen lokális V, és csináljunk csak annyit, hogy hát írjuk ki, de itt mondjuk az erőforrás gazdálkodás szempontjából nem biztos, hogy ez olyan izgalmas lesz, de nézzük meg, és akkor majd kicsit módosítunk rajta. Hogy is van, ugye v.sizing megyünk, és megyünk egyesével. Jó, és akkor simán csak kiírjuk v-nek az i-edik elemét. Ugye? Jó. Hát írjuk ki egyesével, de mondjuk hát, tegyünk mögé egy vesszőt. Jó, csak hogy vessző elválasztva nyomjuk ki. Jó, így szépen vesszővel elválasztva, de akkor így egyesével. Jó, tehát annyit fog csinálni, hogy szépen egyesével kiírja, így egymás után vesszővel elválasztva. És akkor még utána is írunk egy ilyen kis bezáró kapcsost. Na, mentsük el. Ez legyen mondjuk vektor passby. És akkor próbáljuk ki, hogy mi történik. Jó, hát kiír egy csomó nullát. Hát ide még dobok egy perent. Hát kiír egy csomó nullát, nyilván mert nem különösebben inicializáltuk, opá, bocsánat, ide idézőjel kéne, mert több karakter, jó, rendben van. Hát ugye, mi nem adtunk neki értéket, ő meg nullára inicializálta, úgyhogy ez így rendben van. Na most itt érték szerint adtuk át, hát 10 elemnél ez még azért nem olyan jelentős. Csináljunk már egy kis mérést, mondjuk ezzel a time-mal tudunk, tehát hogyha azt csináljuk, hogy a time-ot beírjuk a program futása elé, akkor kiírja azt, hogy mennyi ideig tartott, amíg lefutott a program. Jó. Rendben van. Hát itt most ez elég gyorsan lefut, és hogyha ezt átírjuk referenciára, akkor valószínűleg különösebben nem fogjuk észrevenni a különbséget. Hát most ezt így nem nevezném különbségnek egyelőre. Jó. Oké, és na mi a különbség a kettő között? Ugye itt a V az egy új név lesz a VD1 vektorra, itt pedig a V egy teljesen másik vektor. Jó? Csak szépen egyesével átmásolgatjuk
az értékeit, és ebbe a V-be a VD1-nek az elemei fognak megjelenni, de ez két különböző vektor lesz. Jó, rendben van. Na hát emeljük egy kicsit a tétet, és mondjuk hozzunk létre ilyen 10.000 elemű double vektort. Nézzük meg, hogy mi történik. Oké. VD2, és adjuk át ezt a printnek paraméterül. Na, hát itt 17 ezred másodperc volt, hát ez még mindig nem túl látványos. Szerintem, próbáljuk meg referenciával, ugye 17 ezred volt, hát most 12 ezred. Hát ez még mindig nem egy olyan nagy valami. Szerintem emeljük a tétet, és csináljunk egy olyat, hogy mondjuk itt ez legyen x, és az x-nek meg adjuk értékül, hát mondjuk ezt a numerik limits, ugye ezt használtuk, maxot. Hát ez már egy elég nagy szám. Ez már egy elég nagy szám. És adjuk át ezt paraméterül. Viszont ez ugye annyiba a gond lesz, hát mindig nézzük meg. Reméljük a gépem nem fogja magát megadni. Opa, megint nem neveztem át. Remélem a stream se fog megakadni. Na nézzük. Aha. Na vajon mi történik? És elkezdte kiírni. Hát őszintén, ennek kell történnie. Csak vajon meddig fog ezt tartani? Adok egy shortcutot, ezt most megölöm. Ugyanis a kiírás ez egy nagyon erőforrás igényes dolog. Csináljuk már azt, hogy ezt kiszedjük. Elvileg ugyanaz fog történni, csak nem fogja kiírni. Jó. Úgyhogy nézzük már meg újra. Hát, ha gyorsabban lefut. Várjuk egy kicsit. Elvileg nagyon sokáig nem kéne tartania. A felirat 2 óra múlva. Na, hát 16 másodperc. 16 másodperc. Jó, nézzük meg referenciával. Kíváncsi vagyok. Ó, na ez már csak 10 másodperc. Jó, hát azért ez már jelentős különbség. Mindenképpen. Viszont még egy dolgot mindenképp megmutatnék, és akkor most visszaírom megint referenciára, vagy értékszerintire. Ugyanis van nekünk egy ilyen rendszermonitorunk. Hát ezt biztos ti is használtátok már. Ugye itt írja nekünk a CPU historit, meg ugye itt a memória használatot, network használatot. Hát igen. Jó. Ezt kellene most még megnéznünk, hogy itt mi történik. Jó. Először akkor nézzük meg értékszerinti paraméter átadással. Látjuk, hogy itt értéket adunk át. Jó. Újra le is fordítom, csak hogy biztos az legyen. És akkor futtassuk le, és azt javaslom, hogy figyeljük a memóriát. Jó, hogy a memória használtunk hogyan változik.
Oké. Jó, hát olyan 36 GB volt körülbelül, amit használtunk. Hát itt picivel 50% fölött. Jó. Na most átírom referenciára. Fordítsuk újra. Futtassuk megint. Hoppá. Na, most megállt olyan 20 GB körül. Jó? És itt látjuk is a grafikonon, hogy mi a különbség. Jó? Tehát itt látjuk, hogy itt létrejött egy másolat arról a vektorról, itt pedig nem. Jó? És itt tökéletesen látszódik a különbség, hogy itt tényleg 10 GB-nyi memória használat beli különbség volt. Ugye nyilván nehéz ezt azért úgy feltétlenül egyből lineárisan szemléltetni, hiszen azért itt is létre kell hozni a vektort, meg itt is, és azért belül nagyon sok-sok optimalizáció, meg ez az amaz történik, illetve azért látjuk, hogy a futási idő se dupla. Jó, tehát a futási idő se dupla, de én szerintem tökéletesen szemléltettük ezzel azt, hogy mi történik, amikor csak egy referenciát adunk át, illetve mi történik akkor, amikor érték szerint adjuk át a objektumainkat. Létrehozunk vektorokat különböző méretekbe, hát ilyen kisméretű vektoroknál még nem okozott nagy különbséget igazából így teljesítménybe meg memória használatba, viszont nyilván nagy vektornál már rögtön láttuk azt, hogy mi a különbség a referencia meg az érték szerinti paraméter átadás között. Nyilván ettől függetlenül, hogy most milyen performanciabeli különbségek vannak, meg hogy mi történik a háttérben, első körben mindig nyilván arra gondoljuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Jó? Tehát, hogy mit akarunk, hogy a függvényünk mit csináljon. Ugye az imént is említettem, hogy ha meg akarjuk növelni egyel az értékét, akkor hogy legyen, döntsük el, gondoljuk végig, adjuk át referencia szerint az objektumot, vagy adjuk át csak az értékét az objektumnak. Jó? Gondoljuk végig, és döntsük el az szerint, hogy mit szeretnénk. Jó. Na, egyébként akkor folytassuk is ezt a kis prezentációt, és még egy dolgot szeretnék elmondani, és akkor ezzel fejezzük is be. Maga a referencia egy teljesen általános eszköz, ugye nem csak paraméter átadáskor használatos. És akkor itt van egy kicsi kis példa, ezt mindjárt megnézzük kódban is. Itt deklarálunk, definiálunk és kezdőértéket is adunk egy ilyen kis integer változónak. Hát ez az integer változó itt létrejön a memóriába, ugye a neve i, az értéke pedig 7 lesz, mivel erre állítottuk be. Na most erre rá tudunk állítani i módon egy referenciát, tehát ez a int és jel r egyenlő i. Ekkor azt csináljuk, hogy ezt az r nevet bevezetjük a programunkba, és ráállítjuk i-re. Tehát r ugyanarra az objektumra fog hivatkozni, mint i, csak egy más néven. Jó? És innentől kezdve, hogyha azt mondjuk, hogy R-nek legyen az értéke 9, akkor ugye ez a változó, ez az objektum fog megváltozni, tehát ennek az objektumnak az értéke fog megváltozni. Tehát nyilván akkor I is meg fog változni, mivel ugyanaz az objektum. Jó? Oké, és lehetőségünk van arra, hogy ilyen konstans referenciát is készítsünk. Ugye ilyenkor az történik, hogy bevezetjük CR-t, CR-t ráállítjuk i-re, jó? Tehát a CR ugyanaz az objektum lesz, mint i, illetve mint r, csak megint egy másik néven. És itt annyit jelzünk, hogy ez egy konstans referencia. Ebben az esetben csak annyi történik, hogy annak az objektumnak az értékét a CR néven keresztül nem tudjuk módosítani. Tehát ha azt akarnánk mondani, hogy CR legyen egyenlő 7, akkor itt hibát dobna, ugyanis CR egy konstans referencia. Tehát ezen a néven, ezen a referencián keresztül ezt az objektumot nem tudjuk módosítani. Jó. Viszont kiírni ki tudjuk. Jó. Tehát ilyet tudunk, hogy a CR-en keresztül írjuk ki, mert az nem fogja változtatni az objektum értékét. Jó. Mit mondok ezzel? Gondoljunk a referenciára úgy, mint egy alternatív név ugyanarra az objektumra.
Jó? Itt is egyetlen egy objektumunk van, csak három különböző néven tudjuk szólítani. Tudjuk I, R meg CR néven, illetve I és R néven keresztül tudjuk módosítani is, CR néven keresztül nem. Jó. Nagyon fontos, hogy a referencia nem változhat, tehát egyszer állítottuk CR-t erre az objektumra, azt a CR-t másik objektumra már nem fogjuk tudni átállítani, és ugyanígy R-t se, meg így se. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ha egyszer beállítottuk egy objektumra, másik objektumra már nem tudjuk átállítani. Jó, ezt a kis példát még akkor nézzük meg, csak hogy tényleg lássuk futókódban is. Oké, és hát itt tényleg nem nagyon akarom cifrázni, mert nem különösebben kell. Mentsük el, mondjuk ez legyen a ref, hát simple, mert hogy ez ilyen egyszerű referencia használat. Jó, ahogy mondtam, legyen itt nekünk ez a int i egyenlő 7, írjuk is ki az értékét, ugye jelezve, hogy ez i, oké, és állítsunk rá egy referenciát. Oké, és írjuk ki az értékét, hát itt most R-en keresztül R-t írjuk ki. Jó, nézzük meg, hogy működik-e. Jó, hát is látjuk, hogy nyilván ugyanazt az értéket írja ki. Ugye R ugyanaz az objektum, mint i, csak más néven hivatkozunk rá. Jó, na de hát valamit bűvészkedjünk, és akkor mondjuk módosítsuk az R-en keresztül az objektum értékét 9-re, és akkor megint csináljunk kiírásokat. Hát itt mondjuk jelezzünk már annyit, hogy csak ilyen kis debug jelleggel, hogy R egyenlő 9. Jó, tehát hogy itt módosítottuk 9-re, hát akkor inkább utána kéne. Tehát hogy módosítottuk 9-re R értékét. Oké. Így van. Jó, és akkor látjuk, hogy R-en keresztül módosítottuk 9-re, és ugye itt már az i is akkor 9. Jó? Tehát látjuk, hogy változott az értéke. Jó. Rendben van. Na, vezessünk be egy ilyen const referenzt, csak hogy nézzük meg azt is, hogy az, hogy működik. Mondjuk ez legyen a CR, és állítsuk be i-re. Oké. És akkor próbáljuk meg CR-en keresztül módosítani az értékét. És akkor megint csak írjuk ki. Hát itt akkor legyen az, hogy CR egyenlő 100. Ezzel jelezve, hogy módosítottuk az értékét. És írjuk ki akkor CR-t is. Ugye CR-en keresztül. Oké. Na mi történik? Ugye, itt rögtön írja nekünk, hogy értéket akarunk adni egy read-only referencián keresztül. Ugye read-only, tehát csak olvasható, ugye, hát nem módosítható, nem írható, csak olvasható referencia. Tehát ilyen referenciákon keresztül egy objektum értékét nem tudjuk módosítani. Jó, ettől függetlenül, most akkor ezt kiteszem kommentbe, mert ez nem történhet meg. Hogyha újra lefordítjuk és futtatjuk, akkor már működni fog, tehát látjuk azt, hogy CR-en keresztül is simán kiírja az értéket. Jó? Tehát ez működik, mert ez a művelet nem változtatja meg az objektum értékét, ez csak kiír, tehát úgymond olvassa az objektumot.
Jó. Nagyon fontos, hogy attól függetlenül, hogy ráállítottunk egy ilyen konstans referenciát egy objektumra, attól még a többi referencián keresztül tudjuk írni az értékét. Tehát itt most változtassuk meg az in keresztül, és akkor itt ezt nézzük is meg, hogy in keresztül megváltoztatjuk, és újrjuk újra i, r és cr-en keresztül. Jó, és itt látjuk is, hogy szépen megváltozott az objektumunk értéke. Jó. Tényleg csak, hogy lássuk azt, hogy ez a referencia hogyan is működik, illetve a konstans referencia, ugye függvény átadás, tehát függvény paraméter átadásnál is sokszor használjuk a konstanst. Például, hát nem ennél a példánál, hanem ennél a példánál szerintem tökéletesen használható, ugyanis itt a vektorunknak az állapotát, vagy az értékét nem változtatjuk, itt ugye csak egy kiírás van, amit ráadásul most ki is kommenteltem, és abban az esetben, hogyha nem változtatjuk az objektumunk értékét, most az teljesen mindegy, hogy egy integer vagy vektor, akkor javasolt a konstot használni, tehát használjuk ezt a kulcsszót. Jó, ezzel jelezve a programunknak, hogy azt ott nem akarjuk módosítani. Jó, de mondom, ez tényleg csak ilyen technikai dolog. Később majd ebbe jobban elmélyedünk, hogy miért is, hogy mikor is érdemes, meg ezt gyakorolni kell, kellenek a példák. Jó, de tényleg itt az általános használatát is látjuk a referenciának. Jó. És egyébként tényleg a referencia egy nagyon erős eszköz, úgymond, és egy nagyon-nagyon fontos eszköz C++-ba, illetve majd később Java-ba is látni fogjátok, ott ugyanis referenciátok van. Ott a paraméter átadás az referencia szerint történik. Mi itt eldönthetjük, hogy érték szerint adjuk át, vagy referencia szerint adjuk át, nagyisten konstans referencián keresztül adjuk át az objektumot. És egy nagyon-nagyon fontos eszköz, úgyhogy nagyon fontos, hogy már itt most az elején megismerkedjetek a működésével és a használatával. A referenciákról ennyit, illetve akkor tulajdonképpen én mára is ennyit gondoltam, úgyhogy ahogy lenni szokott, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.